Nem adja lejjebb a célokat a tavalyi szezonhoz képest az Eto FC női csapata. Az együttes tavaly a bajnoki döntőbe jutott, a Magyar Kupát pedig meg is nyerte. Én azt gondolom, hogyha végig harcban leszünk a bajnoki címér, illetve a minimálisan a dobogós érzésekkel, és a Magyar Kupában nyilván, ami sorsolás függő is, mondjuk döntőt tudnánk játszani, akkor az nagyon szép dolog lenne, főleg azok után, hogy azért kicserélődött a csapat, a csapatnyi játékos elment, majdnem ugyannyi érkezett. Én bízom abban, hogy egy nagyon erős kohézió fogja jellemezni ezt az együttest. A felkészülést is ennek egyében végezték el, és ennek megfelelően alakították ki a keretet. 11 játékos távozott a csapattól, őket kellett pótolni. Azaz elve viszont megmaradt, hogy a csapat mintegy fele győri kötődésű. Ez pedig azért is fontos, hogy a klub és a város újra egymásra találjon. Sok mindent lehet tenni annak érdekében, hogy ez a kapocs újra erőssé váljon, hogy az Eto ismét a győrieké legyen, és az Eto és a győri szurkolók egymásra találjanak. Ebben reményt tudunk kifejteni, nyilván polgármester és az új tulajdonos közti együttműködésre ad bizakodást a rendkívül kapcsolat. Számos olyan dolog van, amivel tudjuk ezt a meglévő együttműködést még erősíteni. Az a női csapat támogatása az természetesen tovább is biztosított az önkormányzat részéről. A keret kialakításánál az volt a szempont, hogy erősödjön a csapat, de úgy, hogy személyiségben, karakterben illeszkedjenek az elképzelésekbe az új játékosok. Nyilván egy videóról, egy meccselemzésről kiderül, hogy valaki jó futballista vagy nem, de ne nagyon könnyű mellé nyúlni abból a szempontból, hogy milyen ember lesz majd. És most sikerült a játékosokat ide invitálni Győrben, akik remélhetőleg erősítést is jelentenek, illetve egyértelmű, hogy a munkamorájukkal, az egyéniségükkel, a hozzáállásukkal előre tudják hozni azokat a lányokat, akik itt vannak már Győrben. A női NB1 idén először 12 csapatos lesz, vagyis változik a lebonyolítás, hiszen idén mindenki kétszer játszik mindenkivel. Dörnyei Balázs először vezette a szezon előtti felkészülést, de a játékosok azt mondják, hasznos heteken vannak túl. Szerintem sokat tanultunk. Azt nem mondanám, hogy hosszú volt, de tartalmas. Még azt hiszem, az elején vagyunk annak, hogy megismerjük egymást az új játékosokkal, hiszen, ahogy elmondták, sok váltás volt. De jó úton haladunk, és szerintem sokkal többek lettünk ez alatt, a felkészülés alatt, mint csapat. Az Etonál egyébként kimondott cél az akadémia további megerősítése is, ebbe pedig a női csapat is beletartozik. Az Eto családnak egy fontos szegmense a női csapat, és mellette nyilván itt kapunk egy akadémiai támogatást a női utánpótlás kiszélesítésére és fejlesztésére. Én várom, hogy ebből az utánpótlásból minél többen fölkerüljenek az első csapat keretébe. A szezon első mérkőzését az Újpest ellen 17:30-kor játssza az Eto FC.